Közösségi költségvetés, már lehet szavazni. Megtisztították 60-t a Pronatura mozgalom résztvevői. Széchenyi Zsigmond szobrát avatták fel a múzeumban. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a 60 televízió híradóját látják. Barna Boglárka vagyok, mondom a részleteket. Elindult a szavazás a közösségi költségvetés projektjeire. Összesen 100 millió forint sorsáról szavazhatnak a 60-iak március 20-a és április 9-e között. Idén több mint 180 elképzelés érkezett a városfejlesztéssel kapcsolatos ötletek listájára. A javaslatok közül 19 projekt szerepel a szavazólapon. A 60-iak postaládájába szavazólap érkezik, amit postai úton vagy a városházán elhelyezett urnába bedobva lehet beküldeni, de elektronikus formában is lehet voksolni a közösségi költségvetés.60.hu weboldalon. Már lehet szavazni a közösségi költségvetés munkaterveire, így néz ki az idei szavazólap. A dokumentum 19 városfejlesztéssel kapcsolatos projektet tartalmaz. Azt, hogy a 100 millió forintos keretből mely fejlesztések kerülnek megvalósításra, a 60-iak döntik el voksolás alapján. Van, aki már megkapta a szavazólapot. Most kaptam meg. Igen? Igen, de még nem néztem át, nem volt időm. De tervezi, fog majd szavazni? Persze. Megyek szavazni, igen. Okvete elmegyek, úgyhogy én mindig szoktam szavazni. Nem kell aggódniuk azoknak, akik még nem találták meg a szavazólapot a postaládájukban. Erre hívta fel a figyelmet a város kabinet főnöke. Jagodics Milán kiemelte, a kézbesítés folyamatos. Senki ne aggódjon, aki még nem találja esetleg most a postaládájába. Mindenféleképpen még bőven a határidőn belül meg fognak érkezni a szavazólapok, és aki ezzel a lehetőségével a szavazólapon keresztül szeretne élni, arra kényelmesen lesz rá lehetősége. Jagodics Milán arra is felhívta a figyelmet, hogy a szavazólapokat a városházán elhelyezett urnába bedobva, vagy postai úton lehet eljuttatni a hivatalba. Egy címre egy szavazólap érkezik, azonban ha a család többi tagja is papíron szeretné leadni a szavazatát, erre is van lehetőség. Ugyanis a városháza ügyfélszolgálaton plusz éveket is lehet igényelni. A kabinetfőnök hozzátette, a voksok leadására interneten keresztül is van lehetőség. A közösségi költségvetés.60.hu honlap ma megnyílt a szavazás lehetőségével együtt, és ott tulajdonképpen ugyanazt a tartalmat látják a felhasználók, mint a szavazólapon. Ott miután kiválasztották, hogy mely projektek a szimpatikusak, be lehet küldeni online módon is a szavazatokat. A szavazás egyébként anonim formában történik, tehát nem kell megadni személyes adatokat. A kabinetfőnök hangsúlyozta, egyszerre több tervre is lehet szavazni, azonban figyelembe kell venni a 100 millió forintos keretet. A projektek mellett megtalálható a megvalósulás költségének összege, így nyomon követhetjük, hány ötletet tudunk kiválasztani. A közösségi költségvetés voksainak leadási határideje április 9-e. Megtartotta hagyományos tavaszi nagytakarítási akcióját a Pronatura mozgalom. Most is csaknem 30-an döntöttek úgy, hogy segítenek összegyűjteni a 60-ban eldobált hulladékot. Idén új helyszínen, a Gesztenyefosoron is felszámolták a szemetet. A résztvevők 9 köbméter szemetet gyűjtöttek össze. Negyedik tavaszi nagy takarítását szervezte a Pronatura mozgalom 60-ban, melynek célja, hogy megtisztítsák a várost az eldobált hulladékoktól. A Delelő út és a Kisfaludi utca kereszteződésében találkoztak a résztvevők. Rövid eligazítást követően útnak indultak a résztvevők, akiket két csoportra osztottak. Csaknem 30-an döntöttek úgy, hogy a nemes ügy mellé állnak. Több intézmény, szervezet és civil is csatlakozott a kezdeményezéshez. Tóth Bence most vett részt először az akcióban, azt mondta, fontosnak tartja a kezdeményezést. Bence, mit tanultál az óvodában a környezetvédelemről, hogy fontos óvni a földet? Hogy össze kell szedni a szemetet. Tóth Bencét édesanyja kísérte el az eseményre. Sárkány Krisztina szinte születése óta környezetvédelemre tanítja gyermekét, otthon szelektíven gyűjtik a szemetet, a háztartási zöld hulladékot pedig együtt komposztálják a kertben. Azt gondolom, hogy a gyermekkorban tanított példák az felnőtt korában is hatással legyenek rá, és számunkra fontos a környezet megóvása, illetve a földvédelme.
a megszokott Delelőúti terület mellett idén 61. emblematikus helyszínét, a gesztenyefasort is megtisztították. Jagodics Milán, a Pronatura mozgalom alapítója elmondta, ezek nagyon értékes helyszínek. Ahhoz, hogy a jövő fenntartható legyen, ahhoz becsülnünk el ezeket a helyszíneket, és nagyon rosszat tesznek azok, akik szennyezik a környezetet, és olyan állapotba hozzák például a gesztenyefasort, mint ahogy most is látjuk. Nem az elsődleges célunk, hogy mások után takarítsunk, az az elsődleges célunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezt nem szabad. Mi nem szemetelünk, mi óvjuk a természetet. Jagodics Milán hangsúlyozta, a mozgalom munkája látható, a már felszámolt illegális hulladéklerakók nem termelődtek újra, ehhez azonban többször fel kellett szedni ugyanarról a helyszínről az eldobált szemetet. Horváth Rihárd polgármester kiemelte, támogatják az olyan kezdeményezéseket, melyeket a mozgalom végez. Jó látni, hogy évről évre többeket mozgósít. Most is sokan eljöttek, és tényleg gyerekek, kisgyerekekkel jöttek el, és részt vettek ebben a takarításban, ebben a nagy takarításban. Azt gondolom, hogy nagyon, ez nagyon jól mutatja azt, hogy milyen széles körű összefogás van e mögött a mozgalom mögött, a Pronatura mozgalom mögött. A kihelyezett konténer megtelt, összesen 9 köbméter szemét gyűlt össze a tavaszi nagy takarítás során. A Grassalkovics kastélyban rendezte találkozóját a Krúdi Gyula irodalmi kör. A háromnapos eseményen bemutatkoztak a társulat művészei. A múzeumnak ajándékozott Széchenyi Zsigmond szobrot is felavatták, melyet a kör egyik tagja, Turi Török Tibor készített. Érdeklődőkkel telt meg a Grassalkovics kastély díszterme, ahol a Krúdi Gyula irodalmi kör művészei mutatkoztak be. Az eseményen Szinyei András alpolgármester köszöntötte a résztvevőket és a társulat tagjait. Beszédében elmondta, 60-nak erős kötődése van az irodalomhoz. Ebben a kastélyban megszállt Thomas Mann, Adi Endre, József Attila, Szóber Béla, tehát itt a hátsó szobákban meg is mutatják a házigazdák esetleg, hogy melyik szobában voltak elhelyezve. A Krúdi kör 1982-ben alakult Budapesten, rendszeresen szerveznek neves előadókkal, valamint a társaság tagjaival összejöveteleket. A mostani eseményen a társulat művészei, költők, írók, énekesek és festőművészek mutatkoztak be és tartottak előadásokat. Németh Nyiba Sándor, a Krúdi kör elnöke elmondta, azért jöttek a városba, hogy Hatvani Lajos és Széchenyi Zsigmond emlékét ápolják. Hatvani Lajos nekem egy olyan ikon, egy olyan ikonikus személye a magyar irodalomnak, mert mindenki azt gondolja, hogy Hatvani Lajos egy gazdag ember volt, egy mecénás, az utolsó mecénás, de Hatvani Lajosról nem így kell gondolkodni. Hatvani Lajosról úgy kell gondolkodni, hogy egy hatalmas lexikális tudással rendelkező ember volt, aki irodalmár volt, bölcsész volt, és áttölelte az egész magyar irodalmat, a Magyar Tudományos Akadémiának a tagja volt, és amit ugye természetesen itt 60-ban jó, nagyon tudják, de óriási dolog, hogy Krúdi Gyulának a gyógyítatásában részt vett, a könyvei kiadásában. Hozzátette, emellett számos más írót és költőt támogatott, a többi között Ady Endrét és József Attilát, akik nélkül a magyar irodalom semmivé vált volna. Hatvani nevéhez kötődik Magyarország egyik legjelentősebb lapja, a Nyugat megalakulása. Az eseményen felavatták Széchenyi Zsigmond szobrát, és Hatvani Lajost ábrázoló festményt is ajándékoztak a múzeumnak, melyet a Krúdi kör művészei alkottak. Tematikus múzeum pedagógiai foglalkozásokkal várják az óvodás és kisiskolás gyermekeket március 21 és 24, illetve március 28 és 31-e között a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumban. Ezeken a napokon 9 és 17 óra között a vízvilágnapjához kapcsolódóan a gyermekek megismerkedhetnek az év halával és annak élőhelyével. Emellett szó lesz arról is, miért nélkülözhetetlen az élethez a víz. Tavaszköszöntő délután tartanak az Ady Endre könyvtárban március 21-én kedden. A programra 17 órára várják az érdeklődőket, ahol a tavaszi napi egyenlőség napján
a csillagászati tavasz kezdetén tél búcsúztató tavaszköszöntő népszokásokkal, versekkel, dalokkal hirdetik a tavasz beköszöntét, emellett kézműves foglalkozást is tartanak a megújuló természet jegyében. Kedden napközben több órás napsütésre készülhetünk, melyet fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. Hajnalban -1, +6, délután 15-19 fokot mérhetünk. Szerdán is főként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de számottevő csapadék nem várható. A reggel többnyire fagymentes lesz, napközben pedig már 16-21 fokig emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön ismét erősen felhős, zömében fátyolfelhős időre készülhetünk, számottevő csapadék napközben nem várható. A csúcshőmérséklet 16-22 fok között valószínű. Kedves nézőink, ezek voltak a legfrissebb híreink. Most a Mesepercekben a Három kis cica című mesét hallgathatják meg a gyermekek, majd a Palettában a Csendül a Nóta országos fesztivál első részét láthatják. Adásainkat visszanézhetik a 60 TV YouTube csatornáján és Facebook oldalán, híreinket pedig megtalálják a 60ihirlap.hu weboldalon. Ha tehetik, maradjanak velünk, viszontlátásra!